János, Jancsi, Janika, általában Janikát mondtam neki mindig. Nagyon jó a viszonyom az elnök úrral. Az újonnan érkező játékosok, azt látom, hogy magázzák, nyilván fiatalabbak is, mint én vagyok. Nem biztos, hogy tudják, hogy működik ez a dolog, viszont én még mindig tegezem őt, és ez nyilván ez nagyon sokat számít, már így a kapcsolatunkról is sok mindent elmond. Amikor én őt elhoztam, akkor nagy pályás MB2-ben focizott, és mondtam, hogy hagyja abba, mert én, amit szeretnék ebben a sportágban megcsinálni, hogyha ők azt be fogják tartani, akkor ők lesznek Magyarország legjobbjai, bajnokságokat fognak nyerni, válogatottak lesznek, bejárják a világot. Úgy voltunk vele, ha ennek a tizede bekövetkezik, akkor már nyertünk ezzel az egésszel. Emlékszem arra, amikor a Slobmatik ellen nyertünk 2014-ben, akkor mondta először, hogy ezt te megmondtad, hogy így lesz. Örömmel azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából mindent valóra váltott, amit megígért nekünk. Egy csodálatos pályafutás, amely szimbiózisban mozgott a berettyóújfalui futszál felemelkedésével. Trencsényi János 16 éven át játékosként szolgált a Mezei József csapatát, amellyel több élvonalbeli aranyérmet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett. Aki ma találkozik először a berettyóval, talán nem is tudja, hogy a csapat a kezdetekkor, illetve az első 2007-es bajnoki cím megnyerésekor még nem is a mostani csarnokában játszotta a meccseit. Emlékszem, amikor először bajnokságot nyertünk, ünnepeltünk egész este, és az az élmény megmaradt, amikor másnap visszajöttem ide a csarnokba, és szétnéztem, hogy el se hiszem, hogy előző nap itt nyertünk bajnokságot. Most körülbelül ugyanezt az érzést érzem, hogy itt vagyok újra, eltelt rengeteg év, de az érzés az megmaradt. Nyilvánvaló, hogy azért nem volt egyszerű az ő története sem. Azért a válogatottságig eljutni azért nagyon sok munka volt, nagyon sok mérkőzést kellett ahhoz jó teljesítménnyel lehozni. Én azt hiszem, hogy ő ebben teljes mértékben kiteljesítette a karrierjét, hogy a válogatott szinten is több mint 100 mérkőzést tudott játszani, és a Mezei Vilnek a csapatkapitánya tudott lenni hosszú éveken keresztül, akár a magyar, akár pedig a nemzetközi mérkőzéseken. Nálam játszott először a válogatottba, és sokan azt is mondják, hogy hát így az én felfedezettem, de én azt gondolom, hogy nem az én felfedezettem, hanem önmagát fedezte fel. Önmagát fedezte fel azzal, hogy a nagypályás futballt ott hagyta, és úgy érezte, hogy ebben több lehetősége van ebben a játékban. És bizony, ez be is bizonyosodott, itt közönség kedvencé vált, és a válogatottban is csapatkapitány lett. 4 bajnoki cím, több mint 100 válogatottság, számos feledhetetlen nemzetközi kupa mérkőzés. Trencsényi János igazi legendának számít a piros-fehéreknél, akinek a félórás Debrecen-Berettyóújfalu táv napi szinten meg sem kottyan, hiszen ennél sokkal nagyobb utat járt meg a csapattal. A sikertörténet egyik legfontosabb állomása az új csarnok átadása volt 2011-ben. Ez lett az új otthonunk, majdnem minden nap itt töltöttünk el rengeteg időt, úgyhogy nagyon megszerettük, vagy megszerettem, mondhatom a saját nevemben, és hát nagyon örülök neki, hogy olyan klub vagyunk, aki egy saját csarnokkal tud rendelkezni. Nem vonultam vissza, hát az egy felejthetetlen élmény lesz, vagy már most az, ahogy visszavonultattak engem az elnökség, a szurkolók és a akkori csapattársaim is. Úgyhogy azt soha nem fogom elfelejteni. Egyelőre még nagyon jó szájízzel gondolok vissza az itt eltöltött évekre, hiszen rengeteg mérkőzésen nyertünk hazai pályán, és sikerült megnyerni a magyar bajnokságot is ebben a csarnokban. A játéktéren tehát véget ért egy nagyszerű pályafutás, ám az aligha lehetett kérdés, hogy Trencsényi János marad a klubnál, és folytatja a közös munkát Mezei Józseffel, illetve Sergio Cabrerával. Pályaedző vagyok a felnőtt csapatnál, illetve az MB2-es csapatot viszem Nagy Pistivel ketten, és így most megváltozott egy kicsit az életem, de egyáltalán nem bánom, teljesen más világ ez, ebbe is bele kell szoknom, és most azon vagyok, hogy itt most, mint pályakezdő, minél hamarabb bele szokjak a szakmámba.